A csárt, piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. Nézzük, mi történt a Budapesti érték börzén. 44.684 pont, 1 os plusz. Ez történt a Budapesti értéktőzsdén, és hát a Richtert emlegettük 5,8%-os pluszban zárt 7830 forinton. Ennek pedig az volt az oka, kérem szépen, hogy bejelentette Richard González, az Ebvai vezérigazgatója, hogy, 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 hogy a Vrijlar az Egyesült Államokban akkor a forgalmat ért el, hogy néhány év múlva elérheti a 4 milliárd dollárt, és hogyha ez megvalósítja az amerikai partner, akkor a csúcsévben a magyar gyártó olyan 200 milliárd forint jogdíjra lesz jogosult. Hát örültek is a befektetők ennek a hírnek. Nem csodálom, ez egy szép summa. Igen, megdolgozták a Richtert rendesen, aki hát gyakorlatilag írdatlan forgalomban, majdnem 11 milliárd forintos forgalomban produkálta ezt a szép teljesítményt. Hát a többiek elvoltak azért magukban. Az OTP-nek például kifejezetten rossz napja volt, 14.040 forinton zárt, ez majdnem egy százalékos mínusz. A Mol 2420 forinton 0,3%-kal erősödve tudta le a tegnapi napot, a Telekom pedig 398 forinton állt meg, ez is 0,3%. Hát kérem szépen, hogy az ott van ma, mi történt, azt nem nagyon tudom megmondani. De nagyon mert, ott van. Mert de nagyon ott van a szalán, sajnos nem jó értelemben. A negyedik legnagyobb forgalmú papír volt a Budapesti érték tegnap, és 14,7%-os mínuszt hozott össze. Jó napja volt viszont az Appeninnek, ott 6,1%-os volt a plusz, és ott is értékelhető forgalomban e, tudott e, erősödni a papír. E, az Alteó sem panaszkodhatott, 7,5%-os volt a plusz és a veszteseket nézem, ott van például az autó Wallis, amely 3,8%-os mínusszal fejezte be a tegnapi kereskedési A napot. Panergy is volt napközben 5-6% pluszban, csak aztán a zárásra egy kisebbre volt ez, és azt hiszem 780 forinton zárt, de 8-20 is volt egészen és a magához képest komoly forgalma, azt hiszem, 200 millió forint körül értékben kötöttek rá üzleteket. Na nézzük a nemzetközi hadszínteret. Kérem szépen, Európában elég vegyes volt a kép, még a nagy piacoknál is. Arra akartam kiukadni itt az előbb, hogy nagy piacok emelkedtek, kisebbek vegyes, de nem, a nagy, is, vegy, nagy piacok is vegyesen teljesítettek, mert hogy a Párizsi és a Frankfurti bőrze tudott emelkedni, miközben a londoni fúci esett egy tizeddel. Uh, emelkedtek például az olaszok, spanyolok, de estek a svájciak, portugálok, és a tengeren túlón ugyanez a helyzet, azok között, az indexek között, amit, hát szerintem most már négyet mondhatunk, hogy négyet figyelünk, ugye a Dow Jones, S&P, Nasdaq és a kisebb papírokat törömörítő Russell 2000, uh, ezek közül kettő emelkedett, kettő eset. Igaz, hogy a Dow Jones úgy esett, hogy ilyen 300 százalék, tehát alig látható mértékben és ez a bizonyos Russell 2000 is esett 7 kal amíg az S&P 500 del tizeddel, a Nasdaq pedig 4 tizeddel emelkedett. Tehát látható, hogy így nagyon keresik az útjukat a piacok ezekben a ö, csúcs, ö, csúcsokban, csúcspontokban. igen, nagy magasságban vannak, és most látod egy ilyen bizonytalansága hogyan tovább illetően. Ázsiában, hogyha átkanyarodunk, ma hajnalban ott is vegyes a kép, mert például még a Nikkei, a Japán Index 8 pluszban áll, addig a kínai mutatók mínuszban, ugyanakkor a Hang Seng pluszban, plusz 8 tizedben. Dél-Korea is emelkedik, India is emelkedik, Tájván viszont esik, hát szóval ilyen vegyes a kép, úgyhogy nem is bocsátkozunk jósatokba, hogy hogyan fogunk nyitni majd 9 óra körül, hanem megkérdezzük a szakikat fél tíz után. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Nos, azt mondja, hogy... Ezt nézem, hogy ez Mit mire, mondan? mire jöhetett, hogy és kun, ja, hogy kunta kundászló Kun László. Igen, meg kun, kun is volt, de azt meg említettem. kunta kinte. Írja egy kedves Uff. hallgató. Igen, ő nem volt kun, de nevében igen. Na jó, szerintem inkább uh, tovább És tovább És életmódjában is. És, <laughs> Na jó, uh, Svittandi a te... Igen, Svittandi jön a hírekkel, ugye? örülök, hogy kigyomoztad, uh, aztán folytatódik természetesen a milles Budapest rovatunk lesz, és utána pedig, uh, hát egy kicsit megnézzük, mert ugye lassan 400 forint lesz a dízel, meg az elmúlt napokban ütemesen drágult az üzemanyag. Hát várjál, szerdán kaptunk egy hetest, ugye a benzinesek, benzináremelést, Igen. és most jön egy hatos pénteken. E, igen, azt itt akár a tőzsdői összefoglalóban is elmondhattuk volna, hogy ahogy a gyakorlatilag a válság előtti szintekre jöttek vissza az olajjegyzések, úgyhogy ennek az irányát szeretnénk majd kipuhatolni, és ezért fogjuk a Tamást feltárcsázni, hogy segítsen nekünk ebben, ugye mondhatna a legnagyobb hazai olajpiaci jellemzője, az Erste befektetés az olaj és gázipari jellemzője. Úgyhogy megpróbálják kideríteni az okokat, egyrészt, hogy mit keres itt az olajár, másrészt, hogy mi lehet a folytatás, de mindez csak a hírek után műsorunkban termék hallhattak. Híre